látod, a professzori tanács elnöke, és az én megtisztelő feladatom, hogy a folyamányokat is esdélyt mai találkozóját átfogjam. És nagy öröm, hogy ebben a sorozatban, amelyet néhány hónap éve próbálunk újra éleszteni, ma este Bényi András tanárunk elvállalta azt a feladatot, hogy Rembrandt drámaszerző címmel egy előadást ad nekünk. A sorozat szokásaihoz híven egy olyan kollégát, tanítványt megkértünk arra, hogy mutassa be Rényi tanárát, aki közel áll hozzá szakmailag, emberileg, és ezt a feladatot Kócs Dániel intézetnek az otthonról kedves ellátni. Így akkor elsőként őt fogom felkérni arra, hogy mutassa be Rényi tanárnak, majd utána Rényi Andrásra fogja megtartani Rembrandt drámaszerző, vagy hát új címet, új alcímet adott, ezt kérdésben fogom magyarázni, vagy a történet megmutatási kép színpadán című előadását. A reklámjelen, hogy ez a második, ami előttünk áll, ez mindenkinek izgalmas és kitáló lesz. Kedvek, amik parancsolok, hogy jelesztünk. Kedves uraim, most megjelentek a kedves kollégák, engem ért az alkalom, a megtiszteltetés, hogy felvezethetem Rényi András előadását, aki a Gólyavári esti sorozatában ma este Rembrandtunk drámaszerzőjük, vagy a történetek megnyitása a két színpadár címet ad előadást. A bevezető felvezetőjük is kidőmvezett, hogy nem világos, hogy én most hivatalonnál fogok kaptam is a felkérdést, hogy azért, mert Rényi András gondolkodik a ismerem. Közöttünk a korkülönbséget illet egy fél generációban vagyok. Ez azt jelenti, hogy mi tulajdonképpen túl fiatal vagyok ahhoz, hogy Rényi Andrásnak igazi közeli barátja legyek, túl idős ahhoz, hogy tanítványa lehessek. A kettő között vagyok talán félúton, de emlékszem rá a 90-es évek elejéről egyetemista koromból én is azok közé tartoztam, akik a Szerb utcában a Földszintérben tartott Rényi előadásra, ilyen esti órákban volt, de én is az ablakon láztam be, mert a lejáraton már senki nem tért be. Rényi Andrásról köszönöm, hogy az ELTE bölcsészkarának egyik legnagyobb hatású, legszuggesztívebb oktatója, aki mögött én már nagyon hosszú, sok-sok éves oktatói tapasztalatát. Ennyit a szubjektív bevezetőből, és ha megengedik, akkor a továbbiakban egy ennél sokkal szigorúbb és a tényekre szólítkozó bevezetést tartani. Rényi András egyetemi tanár 2003-ban, azaz most megy nyugdíjba, 46 éve tanít az ELTE bölcsészettudományi karán. De jelentős múlt mögött erős elkötelezettség áll, hiszen kiváló tanár egyéniség, legénycselő előadó, aki az egyetemi oktatóként eltöltött évtizedek alatt bölcsészet több nemzedékére is életre szóló hatást gyakorolt. Egyetemi tanulmányai 1972-ben ezen a karon kezdte meg. Többször is szakcsere után még a művészettörténet és esztétika szakú diplomázott 1974-ben. Ettől kezdve 2008-ig több mint 30 éven át az ELTE BTK esztétika tanszékét, majd a kutatóintézményében, a művészetelméleti és oktatási intézetében dolgozott. Előbb munkatársak, a Palás segítség. 1990-ben tanítósi, 2002-ben docensi kinevezést kapott. 2008 júliusában kapott intézetigazgatói kinevezést az ELTE BTK művészettörténeti intézetében, megigazolták hozzánk, amely posztot 2016 júniusáig töltötte be. Azóta a Filozófia Tudományi Doktori Iskola művészettörténeti doktori programjának vezetője. 1988-ban szerzett bölcsészdoktori, 96-ban PhD fokozatot, 2005-ben habilitált, az ELTE bölcsészettudományi karán. Körsvágya az ELTE BTK Filozófia Tudományi Doktori Iskolájának, de tanított a Színházis Filmművészeti Egyetem, továbbá a Képzőművészeti Egyetem Gélelátokon. El az oktatói mobilitási program keretében órákat tartott a Velencei Csakoszkári Egyetemet, vendégprofesszorként tanított a CEU Nationalism Studies kurzusában.
Számos doktori védési bizottság elnökölt, illetve volt tagja, és tagja a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai és Történelmi Tudományok Osztálya Művészeti Tudományos Bizottságának. 2008-tól a Műkritikusok Nemzetközi Szövetsége magyar tagozatának tagja, 2014-ben az elnökség tagjának is megválasztották. 2006-ban kurátora volt a Szép Művészeti Múzeum REM Grand Kortárs Magyar Művészek Választanak című kiállításnak. 2009-ben pedig az 56. Velencei Biennáli Magyar Pavilonjában Forgács Péter Kölcsönző című kiállításának kurátora volt. 2015-16-ban külkurátorként jegyezte a Magyar Nemzeti Galéria a Túlélő Árnyéka, az Elgazdasági Évet című kiállítás. 2023-tól Balatonfüredi Modernitár, azaz a Modernitártól, ennek keretében rendezte meg a Képek Játékterek című állandó kiállítást, illetve a Vera Molnár 99 című tárgyat. 2021 óta vezető kutatója a Kondor Béla Élete, Művel és Túlélete című 4 éves kutatási programnak. Az MTA Művészet Történeti Tudományos Bizottság által adományozott Fokusz Virág Irányát 2010-ben nyerte el, 2014-ben publicisztikai munkásságával, 2017-ben az Elkozószó kiállítás katalógusára kapta meg ezt az állandó szakmunkaelismerést. Rényi András nagy hatású oktatói és kutatói praxisa az esztétika és művészettörténet, művészetelmélet határterületén van. Munkásságának központi kérdése a képek vizualitásának működése, értelmezése, a műidentifikáció hermeneutikai lehetőségei. Írásainak válogatott gyűjteményét két önálló kötetben publikálta, az első a Testek Világlása hermeneutikai tanulmányok 1999, és az értelmezés tévója hermeneutikai tanulmány 2008. Elemzésének középpontjában a festészetben klasszikusai állnak, mint Caravaggio és Rembrandt, a holland mesterű írót összegző tanulmányok megjelenése. Pontosabban az új kötet bemutatója most szombaton lesz. Rembrandt képes színjáték az a színjáról. Elemezte emellett a közelmúlt alkotóinak és kortárs magyar művészeknek munkásságát is Vajda Lajos, Országegyi Gondor Béla, Gergő Béla, Elkazowski, Borny, Dojnics Erzsébet, Szűcs Miklós, Epe Gyesztán, Józsi Mások. Foglalkozott kortárs építészeti alkotásokkal, Berorházzal, Köztéri Emlékmű megjelent, Szabadságvédi Német megszállás emlékmű, Jovánovics György, 1956-os emlékművel, és kortárs film és tánc művészettel. Fiatal kurókat szolgatkoztatja azonban Rembrandt életművel. Ez az idén bejött akadémiai doktori disszertációja és a tárgya, és ahogy említettem, frissen megjelent kötet is erről szól. Mindenki figyelmeztetek, hogy ez a könyv, csőszös a szöveg. A hozzátartozó illusztrációs anyag jelentős része az online érhető el képek nélkül is ezt a szakmát. Köszönöm szépen, és akkor át is adok a szót Rényi. Egy megszólalni egy feladatás után, az ember nagyban főleg dicséri, hogy milyen jó ebből a bók. Mi csinálja? Másodán keresztül szintan kell egy ékelvet. Nagyon merészen meghozhatatott. Ráadásul a probléma az az, hogy én nagyon szabadon szeretek beszélni, járkálok és rögtönzök közben. Ez a forma pedig nagyon nem alkalmas erre az interjúra. Csináltam egy prezentációt, nem tudom, mennyire vagyok fegyelmezett, és mennyire fogok itt tartani, aztán elgondoltam, vagy igen, vagy nem. Bocsássák meg, hogy úgy konfráltam fel a Facebookon ezt az amely alkalmat, egy ilyen attyúval, egy ilyen fáradél, vagy hogy egy búcsú valami, és valóban 50 év után fogom letenni a hivatalon dolgot, mert egyébként nem hivatalosan maradok még azért az incentív a kötelékében. No, az előadásom tárgya valóban ebben a könyvben foglaltatnak egy ilyen napalatban, valamiféle
ilyen eszenciáját, hogy megpróbálom a lényegét összefoglalni, mert amit megírtam, nagyon rosszos most részletesen. Nagyon nem vagyok jó a lényegek kihatolásában. Tehát példákat fogok mondani, meg én példákkal keresztül fogom megmutatni, mire gondolok, aztán nem biztos, hogy legjobb példákat választottam ki erre a célra. Ez a mechanizmus működik nálam. Olvasható, hogy elég megvéleti a szöveg. Ez a történeti képről van szó, szóval úgynevezett történeti képről, amire a művészettörténészek históriaként, historiként, historiciszként szokták hivatkozni. A magyar kifejezés történeti kép szerintem nagyon szerencsétlen. Én nagyon nem szeretem ezt a kifejezést, mert azt a benyomást keltik, hogyha azt hangsúlyozza, hogy itt a történeti tájról beszélünk, mint egy történeti objektum, egy ismétlő objektumról beszélünk. A történeti kép azonban abban az értelemben, hogy az historiát használjuk, nem ezt kell, mi már elbeszélünk, történetet elbeszélünk. Tehát most én olyan képekről fogok beszélni, amelyekben történetek vannak. És az a hipotézisem, ez volt a hipotézisem, hogy Rembrandtban két zseni lakott egyszerre. Az egyik zseni a rajzoló, festő, a részkarcoló, az a zseni, amiről mindenki tudja, hogy ugye Rembrandt zsenie volt. Az a tudás, amiről mindenki az egész világ megvan képződve, hogy Rembrandt a kivételes képesség szunnyokat egyetlenül. De a másik zseni, ami benne szunnyat, és ami szerintem kevésbé ismert, és amivel a művészeti történet is keveset foglalkozik, és engem megnám, hogy jobban is érdekel. Ez a dramaturg zseni, a dráma szerző. A szerző, aki a történetekben kitapogat pontokat, kitapogat fordulópontokat, kitapogat konfliktusokat, észrevesz dolgokat, amelyeket más nem lett észre, vagy szakászik nem kell, hogy észre. De ő észrevette őket, és az a hipotézisem, hogy az egész életvét egy bizonyos értelemben erre a képességére hívhatta fel. Gyakorlatilag azt mondja, hogy a teljes életvét újra lehet interpretálni, ha ebből a szempontból közelítjük meg, és így vettem magamnak a bátorságot, hogy ezt megpróbáljam. A könyv azért lett olyan vastag, minél vastag lett, mert tulajdonképpen annak a próbáját tartalmazza, hogy jól működik az a borogat, amit én kidolgoztam ennek a típusú speciális tudásnak a megragadásának. És azt pedig mondjam, hogy én meg vagyok elégedve. Nem magammal vagyok meg elégedve, hanem azzal, hogy a mód, hogy a modern működik, mert még sokkal több művel el lehetett alapfejezteni, és már kaptam olyan kritikát, hogy miért nem erről, miről miért nem. És akkor erre az a válaszom, azért nem írtam volna, mert kísérjen meg valaki más ezen a módszert a segítségével megtalálni. Az, amit kitaláltam, az adtam egy arcátlan nevet is. Saját invencióját nem létezik, nem szólt egy percát, szerintem dolgok nem tudni, de én ennek adtam egy nevet, Rembrandt dramaturgiának neveztem el. Azért, mert úgy gondolom, hogy olyasmiről van szó, amit a narratológia tudománya, az elbeszélések szólt a tudomány, illetve az irodalmi tudományból került át a művészettörténetbe, ott is már egy jó 20-30 éve meggyökerezett kutatási irányzat. A képek narratológiája, a képek elbeszélő képességével való foglalkozás. Ez a képek narratológia, ez nem tudja lefedni azt, hogy az én megfontolásaim szólt. Ezért találtam királyt, Terminus Technicus-t, ebből elég szerintem de nem találtam egy jó megoldást. Na, miről van tulajdonképpen szó? Arról van szó, hogy hogyan mesélnek a képek a történeteket, illetve mire jön rá Rembrandt, hogy hogyan lehet valami másként is elmesélni a történeteket, mint ahogy az ott elszerelni. Az a tény, a történetek elmesélése, a történet írás maga, az etika,
magam. Robbanó festészettől, a festészettől nem idegen az, hogy történeteket meséljen, az nagyon ritka volt, az antikvitásunknak megy vissza. Tulajdonképpen Arisztotelész a politikájában már megfogalmazza ezt az analógiát, hogy a festészet hasonló, mint a drámaírás. De persze ezt nem fejti ki, és később inkább a történetírók azon tudálkozva hivatkozom, aki ugye megfogalmazta azt a kifejezést, úgy fogalmazott, hogy a tetteket, amelyeket a festő jelenlőműként mutat meg, a költők a múltban történtként mesélik el, hogy beszélik el. A festészet tud valamit, azt tudja, hogy az elbeszélt történeteket hogyan kell jelen idejűvé, hogyan kell itt és most szemléletűvé elemezni, elemezni. Ez a típusú festészet a hagyomány szerint, és az antik hagyomány tartozik és mind a mai napig tulajdonképpen meghatározó költeti képekről való gondolkodás, meg az a lényege, hogy a költeti képek és a festészet ugyanazt csinál. Tulajdonképpen a költészet ugyanazt csinál, mint amit a festő csinál, elmeséli azt, ami volt. Plutarchosz megdicséri Tukidideszt, nagy jelentős filmszámi görög történészt, hogy milyen eleven módon tudta leírni a történetek az elbeszélését, milyen eleven módon tudta elbeszélni a tényeket, a történet eseményeket, olyan színesen tudta elmondani, mintha festő lett volna. A festő ugyanazt csinálja, hogy a történész elég képzeli, elég vetíti azt, amit mondom, hogy a múltban történt. Ebből a rögtön fakad egy alapkérdés, minden elbeszélés a problémája, elbeszélni mindig valaki beszél el, és vagy mindig valaki olvassa azt az elbeszélést, hogy hallgatja ezt az elbeszélést, és mindig egy neked a jelenben olvassa és hallgatja ezt az elbeszélést, és ez a jelen mindig különbözik attól az időtől, attól a kortól, amikor az elbeszélés játszik. Az elbeszélés a múltról szól, de a jelenben játszik el. Ez a feszültség, hogy a kétek is múltbeli dolgokat ábrázolja, a jelenben láthatóak itt, és most néző jelenlétben történnek meg. Ez egy olyan gondolat, amikor kezdetet a kor végig kísérte a művészeti dolgokat esetleg. Leon Battista Alberti, a reneszánsz nagy teoretikusa és híres debáti kuracinú művének sokat hivatkozom, ebben fogalmazza meg azt az eszmény, hogy mi a festészet tulajdonképpen varázsa van, és úgy fogalmaz, a festészetnek isteni ereje van. Nem csak arra képes, hogy a barátságban mondanak, hogy a távol lévő jelenlévővé, hanem arra is, hogy még a halottakat is élővé tudja. Sok évszázad után olyannyira, hogy a szemlélő felismeri. Plutarchosz mondja, hivatkozik rá Albert Plutarchoszra, hogy Cassandros nagy Sándor egyik hadvezér megtartotta a nagy Sándor képét, és egész testében remegni kezdett. A kép tehát előidézi, elébe hozza, jelen valóan teszi a számára azt, akit megmutat. Itt egyébként egy nagy Sándorról szóló kompenizány mozaikot lehet látni a oldal, közelből így néz ki a Viszkiszis Csakában a Magyarokos Vászára. Tulajdonképpen azt lehetem mondani, hogy az a típusú festészet, amit Plutarchosz is támogat, vagyis az, amelyik a múltat úgy meséli el, olyan történtek, és úgy idézi a jelenbe, olyan történtek, ezt nevezhetjük narratív emléknek. Narratív, amennyiben elbeszélő, de emlékmű, amennyiben egy emlék tárgyat idéz a jelenbe. Minden emlékezés a jelenben történik, és kihangultra mondjuk. A narratív, a festészet narratív emlékeket, illetve előállítani azáltal olyan képeket mutat meg nekünk, amit a múltban történtek, de itt és most tudunk visszaemlékezni arra, amit ők voltak. Ebből következik, hogy az ilyen narratív emlékművek Ivan Nagel nevű német művészeti történésznek a kifejezését használom, megbízói művészeti alkotó. Történeti festészet, történeti képek alkotása a megbízó ügyéket vetődik ki, mert a mindenkori jelenben érdekeltek szerint, igények szerint emlékszik vissza arra, hogy a múltban történt.
Ez egy megbizonyított az értelemben, hogy a művészek nem szabadon választhatnak, hogy mire emlékeznek, vagy mire, hogyan emlékeznek. A tradíció az, hogy a történeteket készen kapják, készen találják a Szentesült hagyományban. Írott forrásokra mennek vissza ezek a történetek, a Szentírás mitológiai irodalomra, Ovidiusra például, történeti forrásokra, amelyeket aztán megjelenítenek a ezeknek a források az autoritása, a szövegek autoritása egy pillanatig nem forog nem forog eszeben. Folyamatosan meg kell felelni az emlékezőt, a szövegeket, a történeteket elmesél utókori szerzőnek, akik már tovább hagyományoló az emlékezőt, meg kell felelni azoknak az igényeknek, amit a szövegek. A festőnek pusztán az a dolga, a Betty fölfogása szerint, hogy megjelenítse, ide varázsolja, jelen munkában varázsolja azt, ami már nincs jelen, ami már elmúlt, ami múltban történt, távolról történt. A festő alkalmas erre a varázslatra, és a Betty könyve, de nem tesz mást, tulajdonképpen egy technikai instrukcióba álló könyv, megmagyaráz, megmutatja a festőnek, hogy mire kell gondolni, ha jelen magukban akarják varázsolni, azt nem nincs jelen. Ez egy technikai kérdés arra számára. Nem foglalkozik a történetek értelmével, nem foglalkozik a történetek tartalmával, nem foglalkozik a történetek hőségnek megítélésével, nem foglalkozik morális, erkölcsi vagy olyan kérdések vannak, hogy firtatnák azt, hogy a történetben gondolják, hogy mi történik és ki a mérsel történeteknek. Ez mind olyan kérdés, amely a hagyományos történeti ábrázolásoktól a klasszikus tradícióban idegen, alapvetően idegen. A tézisem pont az, hogy Rembrandt lesz az a szerző, aki a 16. században ebben radikális változást okozott. Természetesen nem akarom azt mondani, hogy más művészeknek nem tudok eszembe, történeteket másképp is lehet értelmezni, mint a hagyomány. De olyan szisztematikusan, konzekvensen másként értelmezni, hogy ezt rendben, senki nem is állapodta. És én azt gondolom, hogy van valami rendszerszerű dolog, hogy ezt hogy csinálta. Van valami módszeresség abban, hogy ezt csinálta. És ezért lehetséges az, hogy tudom, és ezt követően utána megjelentek a módszerek, kiderítsük, hogy valami abban is csinálta. Na, akkor egy kicsit vagy gyorsuljak. Ha valaki elkezd Rembrandtnak a történeteivel foglalkozni, vagy megnézve a Rembrandtnak ezek a történeti elveszkedő képekkel foglalkozni, akkor azt fogja tapasztalni, hogy Rembrandt esetében rengeteg zavaró tényező bukkan fel. Nagyon sok dolgon szabálytalanul használta és mint a hagyományhoz. Egy csomó ikonográfiai szabálytalanságot, szokatlanságot tapasztalt. Motivumokat elhagy, vagy fölösleges új motivumokat hoz be. Dolgokat összekombinál, melyeket a talában senkien kombinál hozzá. Egy csomó új témát, egy nagyon sok olyan ábrázolási téma, amiket nem is tudom mutatni, amit soha előbe senkien ábrázol. Senkien nem tudja eszébe, hogy ebből erre festményt is lehetne csinálni. Vagy ismert történeteknek olyan mellékelkezik, epizódiai dolgozzak ki, amelyeket önmagukban nem tartottak. Méltónak akár játszott. Az egészet Arisztotelész szerepel át. De az az én, hogy így mondjam, javaslatom, hogy olvassuk, nézzük meg Rembrandt festményeit Arisztotelész dráma esztétikájának a nézőpontja felől nézve. Vagyis ne elbeszélésnek nézzük, hanem dráma. Ugye Arisztotelész dráma esztétikájának a központi gondolat az, hogy a drámát az epikával szemben kell megtalálkozni. Elválasztja egymástól az eposzt a drámát. Nota bene, az eposzt, tehát mondjuk Homérosz eposzai, Arisztotelész egybe kezeli a történetírók munkájában, mondjuk Hérodotosszal. Azért, mert úgy gondolja, hogy nincs lényegi különbség a között, hogy egy történetet versben meséljék ellen, időmérdés versben mesélnek el, mint ahogy ezt Arisztotelész teszi, vagy prózával
mondják el, mert tudjuk készíteni. Nincs lényeges különbség a dráma szerzője, illetve a próza szerző között azt szerint, hogy használ-e mímeket, vagy nem. Mind a kettőt elbeszélnek. Mit jelent az, hogy elbeszélnek? Azt jelenti, hogy ismernek egy történetet, elkezdik a történetet elején, és befejezik. És végül tudják, hogy miután mi következik, és ennek a tudásnak a birtokában utólag mondják el azt, ami történt. Hogy ami történt, az valójában történt, vagy csak fiktíve történt. Az istenekkel történt, vagy az emberekkel történt, mellékes ebből az. A lényeg az, hogy egy elbeszélést utólagosan mesélnek. Ezzel szemben a drámcsaládban a drámaíró. A drámaíró műfaja a színpad. A színpad, amelyen az események az orrunk előtt játszik. Ott történnek éppen a néző szemában. A dráma az itt és most műfaja, nem az akkor és ott volt, hanem az itt és most van műfaja. Mi következik ebből? Ebből az következik, hogy ami itt és most van, ami itt és most történik, az azért történik itt és most, és úgy, ahogyan éppen történik, mert azok, akik éppen szerepelnek ebben a történetben, akik éppen az orrunk előtt játsszák a szerepeket, éppen így vagy így cselekszik. Az itt és most azt jelenti, hogy cselekedhetnének másként is itt és most, mint ebben éppen cselekszik. Az elbeszélésben minden dolog, hogy így mondjam, post-festa, utólagban megadott. A drámában minden dolog a jelenben történik. Esemény szerint itt és most történik. Amikor azt az alcélt akarnak az előadásnak, hogy a történetek megnyitása, akkor tulajdonképpen erre jutott. Az elbeszélt történetek zártak, a drámában megvalósult történetek pedig nyitottak. Éppen most zajra, éppen esnek. Voltak egy pedig képzőművészeti kihívás, abban áll, hogy hogyan tud egy ilyen nyitott esetünk egy el nem dőlt esemény, egy festmény, egy állókép, a maga statikus eszközben mégis megjelenik. Nincs egy lehetetlen előadás. Nem képtelen vállalkozásra, Rembrandt tér, hogy állóképeken dinamikusan mozgó esemény, állóképeket úgy kelljen néznünk, mint amik itt és most történnek. Ugye ellene vethetnénk ennek a gondolatnak, hogy ugye nagyon sok történet, amit Rembrandt is tulajdonkodott, akkor tudjuk, hogy mi zajlott le benne. Ismerjük a történet. Mondhatnánk mi is, hogy ezek is elbeszélések. Ez kicsit ahhoz hasonló, hogy az ember beül a színházba és elkezdi nézni a Hamlet. Amit már 10-20-szor látunk. Az összes klasszikus nagy darabot, a sztoriát ismerjük. Attól, hogy a sztoriát ismerjük, attól, hogy tudjuk, hogy mi lesz a vége, azaz, hogy legalábbis egy sematikus értelemben tudjuk, hogy mi lesz a vége, attól még az, ami az orrunk előtt a színpadon zajlik, nyitott és izgalmas tud maradni. Egyrészt nem biztos, hogy ugyanúgy lesz a vége, mint ugyan eredetileg. Lehet, hogy valami más dolgok is bejön, vagy valami más dolgok színezi át, hogy miért van azt történik, amit előtt. Minden interpretáció egy színházi darabnak, az aktuális színpadon mindig újra és újra nyitja a kérdés, hogy mi történt? Mi történt? Szóval nem tehetjük el ezt meg olyan állóképekkel is, hogy föltesszük ezt a kérdést, és mi történik ezeken a képen? Az én hipotézisem az, hogy a rendben lévő rengeteg gita nagy része azzal függ össze, hogy nincs abban a konszenzus, hogy mit látunk a képen, mi történik. Azt hinnénk, hogy tudjuk, hogy ha az ikonográfiáját megragadtuk, akkor már tudjuk, hogy miről van szó. A művészettörténészetnek egy tipikus rutin tudása mondja az ikonográfiai tárgyakról, akkor tudjuk, hogy melyik ikonográfiai tárgy, milyen történet tagol, minek kell szerepelni a történetben. Annak, hogy valami ikonográfiai azonosítanak, hogy segítséget tudjuk, hogy milyen szöveget referálnak a történetek, és megjegyezik a szöveget. Úgyhogy azt gondoljuk, hogy hát, ha a referenciákat megtartjuk, akkor megtartjuk azt is, hogy mit látunk. Én nekem az a véleményem, hogy nem van rájön arra, hogy ez nem így van.
hiába van meg a történet, úgy értem, hiába van meg a szövegreferencia, a kép még valami egész más tud megjeleníteni, egész más tud történni a képen, mint amit az ikonográfia sejt. Na most egy picit átadom az Arisztotelészébe, ragaszhatnám, de inkább képet szeretnék mutatni. Mutatok egy képet. Rembrandt Androméda című kis táblája, 1631-ből a Hágában, ahol Franciszkusban van. Egy kis fa táblája, az a 34x25 cm kis az egész. A történet, ugye Ovidiusnak ismert, most nem fogom biztosan elmesélni, a lényeg az azt jelenti, hogy ezt a szegény lányt, a királynőt kikötik a sziklához azért, mert édesanyja hiúsága miatt a város, amelynek a tulajdonosa a szüleik nagy bajba kerülnek, és tehát föl kell áldozni, ez a tipikusanik áldozat történet, föl kell áldozni őt a Nodosz tengeri szörnynek, Phineusnak, és ez is történik, hogy szegény Androménát kikötik a sziklához. És akkor az történik, hogy persze szépen arra jár Szárnyas Sanguin arra rettegni és meglátja a mögött szép leányt, egy antik szobor gyönyörűségét látja ott kikötve, azonnal beleszeret, és pillanatok alatt a kettő ereklő hozzá, lejöttek hozzá, kikötve a forgatni. Androida nem akarja elmesélni, hogy miért vagy kikötve, de aztán végig csak elárulja meg. Úgyhogy végül persze az úgy dönt, hogy meg fogja menteni Androménát, és kivonta a hajját, neki robott a gonosz tengeri szörnyetek, akit aztán legyen győz, és a szülei, a lánc szüleivel megérkezik abban, hogy ha megszorított a lányt, akkor feleség is kapja. Ez a történet. Így is történt. Mutatok egy másik képet, ez Tiziano Terzosa, Terzosa Androméda című képe. Jó 80 éve korából, ugye ez itt a szörnyetek a háttérben a tengeri szörny, ez itt a szárnyas lábú ifjú harcos, aki kardjával lekaszabolja a fügyemszt. És itt szegény Androméda kikötve a szívához fájdalmas tekintettel figyelődni fizett a látható. Ezt a munkát Tiziano egy több művből álló megbízású részeként készítette el. A fiatal királynak a második Fülöp-Tekuti 1556-ban lép csak trónra készítenek egy reprezentatív festmény sorozatot, amelyben Ovidius metamorfózéséből különböző történeteket dolgoz fel a festő. A megbízásnak retorikai céljai vannak, az a célja a megbízónak, a királynak, hogy az ifjú herceget kellő nemes nevelésben részesítsék. A festmény tehát meg kell felelniük a retorika cicerói hármas követelménynek a docere, vagyis oktatnia, tanítania kell, ennek táre, vélőködtetnie kell, hogy jelzőtünk kell okoznia, és a movere, tehát megindítunk kell, érzelmileg átállítani. Ezt a három követelést fog követelni, mert ezt a cicerói retorikát is. És akkor Tizianónak megfelelően nyilván, hogy miért, nem nehéz ez erre rájönni, hogy miért volt az előírás, hiszen miért volt az elvárás Tizianóval szemben, és hogy miért volt Ovidiusnak a munkáit hallgatva, nyilván egy fiatal emberről van szó, hogy fiatal vezetelendőknek az ábrázolása ösztönzőleg, legalábbis a delektári illeti gyönyörűtetőre fog hatni, így is történt, mert egy levele egyet számában beszélnek erről, hogy úgy próbált ezeket a képeket megfestni, hogy különböző szépest, fiatal nőket kell befestetni, mezítetni, hogy attól azok a különböző szögekről lehessen a különböző képeket látni, és így ezzel növelni a sorozat egészének a hatását.
De közben van egy erkölcstanítás is, nevezetesen, hogy az erénynek le kell győzni a bűnt, illetve van benne egy jelentékeny érzelmi fűtöttség is, hiszen persze az beleszeret Androvillába, tudjuk az ifjú hercegnek is bele kell szeretnie azon az erényekben, amelyek ezek a két is megmutatnak. Vagyis retorikai igények merülnek fel a történet ábrázolásához kapcsolatban. És így jönnek létre azok a képek, mint ugye ez is, amelyeknél a festő, hogy így mondja, összeszereli a képet a különböző retorikai igények megfelelően. Fölruházza a figurákat azokkal a tulajdonságokkal, azokkal a karakterisztikumokkal, amelyekkel a képek meg tudnak felelni a fel. És többen ez az, amit a képre nézve le tudunk olvasni a képről, és az, amit többen ezt mindent tud, amit az Android ikonográfia elér, minden előfordul a kép, amit ismernünk kell a történetben, újra elmeséléséhez, vagy majdnem mindent tud, az újra elmeséléséhez lehetővé tesz. De ugye nem véletlen használ ezt a szót, hogy újra elmesélés. A képnek, a képről, a hozzáértnek le kell tudni olvasni a történetet. Azért tudja leolvasni a történetet, mert ismer a történetet, mert tudja, hogy mit kell leolvasni, és a kép a kellő információkat szolgáltat számára, hogy ezeket az éteket, hogy ezeket le is olvassa. Ezt azért mutatom meg ezt a képet, mert itt hozzátettem ilyen méretarányosan a Rembrandt képet a Tiziánhoz. Tiziánnak ez egy hatalmas kép, 170-180, vagy 202 hatalmas kép. Reprezentatív, nagyon fontos, de tekintélyes tudtány. Tudatok egy másikat, ami hasonló jellegű, Hannibale Caracciának a Androvédája a Galileo Farnese-ből, egy freskó falka van, ami szintén tartalmaz mindent, ami kell ahhoz, hogy fölismerjük a történetet. Itt van Androméda, itt van a Phineus, itt van Perseus, összecsap a szörnyetekkel. Androméda így is figyeli azt, hogy mi történik. És itt a képen a jó oldalán, pedig a szülőket is lehet látni, hát itt ugye a tenger másik oldalán, a másik partján kétségbe esve figyeljük, hogy mi lesz a világ. Ez egy flamand részmetszű művész, Henri Goltzius, akinek a példáját azért kapott meg, mert itt kezdődik el egy ikonográfiai fejlődés folyamat, amelyben egyre inkább háttérbe szorul a volt, akik pedig magyarázni jön ezt. Tehát háttérbe szól a magyarázni jönet, nevezetesen az, ami a harc, és egyre inkább előtérbe kerül a szikla elé kiköpözött leány. Mégpedig annak a szépsége. Egyre inkább azt lehet érezni, hogy egy 40 éves periódusban, 1580 és 1625-ben a németalföldi ábrázolásokon gyakorlatilag aktábrázolásokká válik a történet, egyre érdekelnek a voltaképpen alakú elemek, és egyre többet foglalkoznak a művészek a női dolgokkal. Ezen nem kell csinálkozni. És akkor itt a következő példa, ami tulajdonképpen egy 17. századi verziója a Tiziánnak, ez Rubensnek az Androméda, az egyik legkésőbb munkája, a halál előtt nem sokkal festette, amely tulajdonképpen mindent az hasonlóan old meg, mint ahogy ezt Tizián is tette, tehát felszereli az összes fontos attribútumot, ami ahhoz szükséges, hogy megfelelje. Ami az Androméda ábrázolásokkal kapcsolatban fölmerülhet. Például az, hogy itt nagyon jól szépen lehet látni, hogy egy antik Vénusz szobornak a zsánerében komponálja meg a figurának a testtartását. Ismerjük Rubensnek egy feljegyzését, egy írását, ez egy ilyen
naplószerű írás, amelyben arról beszél, hogy az antik szobrokat hogyan kell a festőknek alkalmazniuk, és azt mondja, hogy a festők használják az antik szobroknak a mintáját, klasszikus kontraposztról van szó, hogy vegye észre a néző, amit Ovidius is megegyez, hogy Andromeda annyira szép, mint egy görög Vénusz szobor, egy afrodite szobor, tehát vegye ezt észre, és ezt az észlelést, ezt kapcsolja a nemes, a figura hősnő nemességéhez. Azt is látjuk, hogy Rubens tulajdonképpen ugyanazt csinálja, mint amit Tiziano csinált, azzal a különbsége, hogy nála is Goltzhoz hasonló, eltűnik háttérbe szóval, van egy eltűnik válik a Perseus és Phidiusnak a harca. A feje fölött egy a szerelem, a fáknát volt tartó kis kutó figurát lehet részevenni. Világos, hogy jelezvén azt a nézőnek, hogy itt majd közel van a szabadulás, és közel van a szerepeteljesedés. Gondolom, hogy ez Perseus volt. A retorikus szerkesztésnek egy következő eleme az, ami a 14. században nagyon elterjedt volt, hogy a festők a bizonyos érzelmeket, bizonyos... bizonyos érzelmeket szeretnének kommunikálni a főségükkel, akkor meghatározó arcmásokat kell kölcsönözni. Nekik erre a 14. században már kézikönyvek születtek, amit itt látunk a jobb oldalon, az egy Charles Bernard francia akadémikus festőnek, a francia király akadémiai igazgatójának és legbefolyásosabb mesterének a kézikönyvekről való, amelyben különböző grafikus sablonokat készített, hogy hogyan kell bizonyos emberi érzelmeket, bizonyos emberi arckifejezések segítségével érzékelni. És fölé rá is írja olyan címe a szövegnek, hogy például a fájdalmat hogyan kell átmászni. Rubens szerte láthatóan használ ilyet most, azaz, hogy hát ezt nem használtam, ez később készült, mint a belül meghalt, de megvoltak a saját sablonja, hogy hogyan kell azt érzéket, a fáj, vagy sír, valaki szenved, valaki küzd, és így tovább is. Miféle arckifejezések, miféle gesztikus kifejezések, miféle retorikai sablonok szólnak arra, hogy ezt a jelentést ne olvashassuk a figurát. Tehát értsük tisztán, rajzol egy figurát, a mintáit úgy állítja össze az antik szoborból a löbönfőnek, tehát az ilyen retorikus kifejezések úgy állítja össze, hogy összeválogatja, összehordja, összetereli különböző jelentéses tulajdonságoknak a kompozitumát, ezt hozza létre, és ez lesz, ezt látjuk majd Andromédaként megjelenni. Ez az a retorikus ábrázolás volt, ez az a bizonyos, mondjuk úgy, hogy konstruált szerepjáték, amelyet az elbeszélésből és elbeszéléshez tartozó retorikai igényekből a művésznek egyszerűen meg kell szervezteni. Ha meg akarjuk érteni Rembrandt is járt, akkor ezeket kell összevetni egymással. Például Rubenset Rembrandt-tal. Rubenset egy kicsivel később, mint a Rembrandt, de gyakorlatilag összevetnek egymással. Az a jellegzetesebbség a Rembrandt-tének, hogy minden olyan retorikus gesztikulációt, amit Rubens gátlásnak alkalmaz, megpróbál elkerülni. Ennek az ő Andromédájának az arc kifejezéséből nagyon nehéz arra következtetnünk, hogy most éppen fáj.
legalábbis olyan értelemben nehéz arra következtetni, hogy zavarba jövünk, amikor megpróbáljuk megérteni, hogy mit is csinálja az a szegény lányot. Abban az értelemben nehéz megállapítani, hogy nem az a helyzet, mint ami Tizián esetében, vagy Rubens esetében magától értődik, de még ez Golcius is igaz, és elvárás, az összes többi falma is igaz, hogy ránézésre egyből mondja, első mikre értsünk, hogy mit akar a kép jelenteni, mit akarok a gesztusok üzenni, értjük, hogy itt egy szegény ember, egy szegény lány szenved. De van már ez a dolog, nem ennyire egyszerű. És az a kérdés, hogy miért nem az? És erre a válaszom az, és itt kell visszamenni a Arisztotelészhez, hogy Rembrandtot nem az érzelmek, nem az érzések retorikálják. Nem az érdekli, érzelmi állapotot hogyan kell kifejezni az embernek az arcán, vagy a testtartásán. Ja, Alberti fogalmazza meg azt, amit Sixten Ringborn nevű amerikai művészettörténész 1989-ben szerintem nagyon pontosan Motus doktrínának nevezett. A Motus doktrína úgy szólt, Alberti fogalmazza ezt meg, megpróbálom, mert a szövegét kinyújtam. A Motus doktrína szövege úgy szól, a történet akkor indítja meg a lelket, amikor a képen megfestett emberek láthatóan kiirványítják saját érzelmeiket. A természetünkből adódik, amelyen nincs együttérzőben hozzánk hasonlóan a dolgok iránt, hogy együtt sírunk azzal, ami sír, nevetünk azzal, ami nevet, és együtt szenvedünk azzal, ami szenved. Csak hogy ezeket a lelkiállapotokat a test mozgásától lehet megismerni. Egy példát is mond Alberti erre a összefüggésre. Dicsérik azt a Rómában festett hajót is, ez ugye az Ottónak a Navicella című egyébként mára elveszett, legalábbis a mai mozaik tökéletre adódott az éppen csak nagyon távol emlékeztető mozaik helyet ezt a falképet Rómában. Tehát, hogy dicsérik azt a Rómában festett hajót is, amely a mi toszkánai festőnk Giotto 11 tanítmányt ábrázol, felmondta az izgalomból egyik társulat látva a vizen járni, Jézus az egyik társulat vizen jár, mindegyik arckifejezésére és mozdulatával fejezte ki, mindegyikük arckifejezésére és mozdulatával fejezte ki zavart lelkeállapotát. Úgy mondom, mindegyik alakról leolvasható volt a maga felindulása. Mit áll a Motus doktrína? Az emberek éreznek valamit, és amit éreznek, az megmutatkozik a testi mozgásokon. Van valami bennünk, ami azáltal válik külsővé, hogy a testtelen megmutat. Föl vagyok kívülva, és ez látszik rajta. Fájdalmat élek át, és ez látszik rajta. A Motus doktrína alapgondolata az, hogy az embernek van egy belseje, egy belső láthatatlan lénye, szíve, érzései, minden, amit nem látunk, indulatlanul, amit nem látunk, és vannak külső test mozgásai, gesztusai, arckifejezései, különböző fizikai megnyilvánulásai, amit látunk, és amelyből nem tudjuk ítélni azt, amit érez. A külső és a belső közvetlen összefüggés van. Ha látom, hogy sír, akkor én is tudok sírni, mert az ő sírásán azt látom, hogy mit élt. És mivel rokon lelke vagyunk, én is át tudom venni ezt az ő érzelmi állapotot. Ugye két dolgot kellett megkülönböztetni, a modus animit, a lélek mozgását, és a modus vagy poliszt, a test mozgását. Ha a modus animi, ha látjuk a modus corporis, a test mozgását, akkor abból következtetünk a lélek mozgását. Ez Albertnek az a gondolat. Ez azért fontos hangsúlyozni ezt a gondolatot, mert ez a gondolat határozta meg az akadémikus gondolkodást az affektusokról és az érzelmek ábrázolásáról. A korai Quattrocentot, egészen a Quattrocentot. Na, Rembrandt ebben a tekintetben hoz
az radikális változás. Úgy lehetne mondani, hogy a Mózes doktrina helyére egy új ábrázási doktrinát állít. Elkezd egy cselekvéseket ábrázolni. Nem érzelmek kifejezését, hanem tetteket. Nem lelki állapotok kivetülését, amik fizikai mozdulatoknak válnak láthatóvá, hanem emberi cselekvéseket. És mi a különbség a cselekvés és az érzelem? Én azt gondolom, hogy ez egy dráma esztétikai alap különbség. Az érzelmek lírai dolgok. Az érzelmek érzések. De az érzéseknek okuk van. Magyarázat. Valami kívánja. Az érzelmet magát ábrázolni, az bizonyos értelemben elfedi azt, aminek a következtében az érzelmek. Az érzelmeknek a kísérő jellegét, ez a reflexív jellegét, a másodlagosság tulajdonképpen az, ami rendben része lesz, és ezért irányítja a figyelmét arra, ami elsődlegesen voltaképpen kívánja az érzelmet. És ő valóta esetben felül is tudja írni az érzelmeket, mert cselekvés, és ennek a cselekvésnek az a fő tulajdonsága, hogy tárgya. Minden cselekvésnek tárgya. Mindig meghatározott dologra ilyen. Mindig meghatározott tartalma. Mindig meghatározott konkrét erőviszonyt fejez. Az érzelmek azért olyan könnyen átérhetőbb, mert bizonyos értelemben mind érzelmek tárgyak. Nem kell tehát egy festőnek túl sokat agyalni az, hogy miért sír szegény Androméda, vagy miért fáj neki. Elég, hogyha, hogy így mondjam, rátapasztja a sírásnak, vagy a fájdalomnak a blankettáját, a bélyegét, azaz alkalmazza rá megfelelő sablont. És onnantól fogva, hogy így mondjam, értjük, hogy mit történik, értjük, hogy miért kell neki sírni. Ez a sírás, az érzelmi kifejezése elvejti, eltakarja, elhomályosítja azt, hogy az érzelem mögött valamilyen emberi szituáció van, egy konfliktus van, valamilyen emberi cselekvése tettek. Ezeknek a tetteknek a mélyéig próbálja visszafejlődni a történeteket. És ettől ez egy paradigmaváltást jelent az ember ábrázolásban. Vagyis amikor azt mondja Alberti, hogy a hozzánk hasonló, ugye együttérzőnek vagyunk, együtt sírunk azzal, aki sír, nevetünk azzal, aki nevet. És együtt szenvedünk azzal, aki szenved. Ez csak azt jelenti, hogy egy érzelmi azonosságot hoz létre az ilyen típusú retorikusként. De nem hoz létre megértés. Nem hoz létre katarzis. Nem hoz létre megismerést. Pedig ezek a történetek valamiről szól. Most én abban nem akarok belevenni, mert egy hosszú más, messze nem a történet, hogy miért tartanak az ki, hogy az a típusú igény, amit Arisztotelész még a drámákkal kapcsolatosan meg tud fogalmazni, az miért veszett ki teljes mértékben a képek művészetéből, a képzőnök művészetből, és hogy jött létre az a történeti kép típus, amit az elején beszéltem, és ennek a fő tulajdonság az, hogy zárt történetek rögzítése, gyakorlatilag semmi más, mint visszamondása, újramondása, újra igazolása az eredeti értelmi szintés, amit a történetek eredetileg a megrendelő látja. A dráma azáltal, hogy megnyitja a történetet, rákérdez arra, hogy mi történt. Miért az történt, ami történt, és miért úgy történt, ami történt. Vagy azaz, nyitva még megnyitja a lehetőséget, elgondolkozni, hogy másként is történt. Alternatív lehetőséget nyitva azáltal,
hogy nem fogadja el, hogy így mondjam, első kézből a kész értelmére történt. Ezt magától értelmének tekintjük a színházban, amiben egy rendező, egy darabkozat és maga szuverén módon alakítja át a készen talált darabot, és abban tud mindenféle új hangsúlyt helyezni, mindenféle új értelmet tulajdonítani neki. És nem tartom magától értelmének ezt képeket. Én szerintem ez egy fontos új mozalt, ami elmondja a modernségével függ össze. Megint nem lennék bele, történik egy nagyon érdekes, fontos kérdés. De most esztétikai megszabad szempontokat próbálok érvényesíteni, és nem történészként beszélek erről. Tehát nyilvánvalóan ez összefügg a kukacskantizmussal, a hagyományban készen talált örökölt elbeszéléseknek egy sokkal szabadabb értelmezési lehetőségével, ami belé bekerült a reformációval, és ami aztán Észak-Európában majdnem természetesen tette ezt a fajta szabad interpretációs játékot, amivel nem van is bekapcsolva. De ugye arról van szó, hogy vannak történetek, amelyek azáltal, hogy megnyitjuk őket, kiderül, hogy másról szólnak, mint amilyen fontosnak tartották őket, vagy hivatalosan és hagyományosan. Kicsit tovább kell, hogy menjek, és ezért átmegy a következő történetre. Ez pedig ez a történet lesz. Dániel és Kürosz van Dél-Bálvány előtt. 1633-ban készült a kép. Ez is egy egész kicsikés kép, 23,5-30,2 cm-es, tehát egy kisebb, egy álléges oldal. És fatálvállal az, egészen kicsi. Ennek is nem van a jelentőség, hogy miért egy kicsi ez van. A kép egy olyan sztorit ábrázol, amit korábban gyakorlatilag sorban ábrázoltak. Egész pontosan ez nem igaz, egy olyan grafikai sorozatból tudunk, ami rendkapnak egészen bizonyosan megvolt a gyűjteményében, mindenkinek egy nagy jelentős műtetek volt, amit 1656-ban, amikor csődbe ment, akkor a házával együtt ezt is elárvőzték. Ez azonnal egy a művészettörtént szempontja volt, hogy mondja, kedvező körülmény, mert emiatt készült egy inventárium gyűjteményről, és az majd nagyon komoly forrás a művészettörtént kutatásra. Ebben a gyűjteményben biztosan megvolt, több ezer grafikai lapnak vannak a ezeket sokszor név szerint is lehet követni, kik voltak meg ezen lapnak a hatalmas gyűjteményében. Egészen biztosan lehetünk abban, hogy ezt kellett a sorozata megvolt. Majd mindjárt meg fogom ezeket a lapokat mutatni. Csak azt akarom mondani, hogy ez az egy grafikai sorozat kívül, tehát a 1600 közepén keletkezik, 1565-ben készült az első metszem belőle. Ezeket a lapokat a 16. század közepén, tehát a reformáció terjedésének idején, illetve a Németországi Szabadságharcnak gyártják, illetve terjesztik el Európa szerte. A téma is egyébként a Bálvány döntése, a Bálvány állása kapcsolatban, tudományilag ebben az időszakban heves politikai harcok a kérdése, ugye néhány évvel vagyunk, amikor ez megjelenik, egy évvel vagyunk a majd német-alföldi képrokkolási hullám előtt, amikor neki romlott a református, reformátor, hogy fogalmazzam, protestáns, megint neki romlott a katolikus templomok dekorációjának, képeknek, nagy pusztításnak megy végbe. Tehát ez nagyon aktuális, nagyon benne van a levegőben, hogy ez a sorban születik. De nem ezt akartam mondani, hanem azt, hogy ez a sorozat ezt a történetet nemzetesen Dániel, Kürosz király és Dániel történetét Bél Isten bálványa előtt. Ezt a sorozatot Hémszkegy nagyon részletes illusztráció, videóillusztráció sorozattal rögzítette. Ez az illusztráció sorozat valószínűleg megvolt.
Egyébként ezt a témát soha senki nem állítszak. Föl kell tennünk a kérdésünk, hogy mi a bánatnak jut eszébe rendben, hogy ez alatt az 36-ban már réjeség túl van, mert messze-messze túl van, mindenképp a most. Az egész, hogy már rég passzé, már rég nem ilyen megfelelőség. Miért küldjük mégis eszébe, hogy ezt a kérdésünk meg is? Semmit nem tudunk a megrendelőről, semmit a kérdésnek semmit nem tudunk. Valószínűleg a személyes passzó olyan kis képviselőket, személyes passzóról készítette el. Nem akarom spekulálni, hogy lehetett a magyarázattal, inkább azt akarom megmutatni, hogy mit csinál. Mert ez egészen szerintem kárpátatos. De van egy bonyolult és nehéz történet. A történetnek, ahol most akkor megmutatom valahelyet, nem szeretem a sorozatát, ezt nagyon gyorsan fogom végigpörgetni, nem? Kiírtam teljesen a Dániel könyvét. Dániel könyvének 14. fejezetéről van szó, ez a könyv ez egy apokrif szöveg, és a Szentesítői Ószövetségben benne, de azért ismert történet. Ezt az egész történetet írtam, és részletesen elmeséltem, most nem fogom olvasni. Elég, hogyha az alsó sorban a latin, felfedezem a latin kísérő szöveget, hogy mégis lehessen érteni, miről van szó. Dániel kijelenti királyának, Fürosznak, hogy a kézzel csak hasonlást ő nem tiszteli. Ja, a történet arról szól, hogy van Fürosz perzsai uralkodó, udvarában él Dániel, tulajdonképpen egy udvarocként, egy zsidó fiatal emberről van szó, Dániel, később Dániel próféta, kedvelte a királynak, jó, kifejezetten jó viszont a barátságban. Tehát Dániel alapvalója a Fürosznak, és az történik, hogy egy vita alakult közöttük, mert Fürosz azt kérdezi a ifjú szolgáinak, hogy miért kell tisztelni végistenséget. Akit ő egyébként nagyon nagy becsben tart, olyan nagy becsben tart a végistenséget, hogy minden este nagyon nagy vacsorát ad az istenség tiszteletére, az istenség a szobra, a bálványa körül elkezdtek a tengeren ételt, italt, és másnap reggel az istenség el is fogyasztott a ételt. És akkor Dániel mosolyogval és bújosan fölvilágosítja a királyt arról, hogy hát azért ez nem teljesen így van, de ezt a részét azért érdemes olvasni, mert a későbbi szempontjából fontos lesz. Tehát Dániel bizalmas barátja volt a királynak, és annak minden más barátjának nagyon tiszteletben volt része. Nagyon fontos, hogy a király is öltünk barátság. A bábenyeket volt egy bél nevű bábányok, minden nap 12 vég a finom húzaisztet, 40 volt és 6 korsó bort költöttek rá. A király is tisztelte, és minden nap elment, hogy imádja. Dániel azonban a maga is imádta. A király egyszer szóvá tette, miért nem imádod bélt? Azt felelte neki, nem imádok kézalkott a bálványt, csak az én Isten imádom, aki az eget és a földet teremtette, és aki hatalma van, minden érkezik föl. A király erre megkérdezte, úgy gondolt, hogy Bél nem élő Isten? Hát nem látod, hogy minden nap mennyit eszik és mennyit iszik? Dániel nevet azt mondta, ne esd tévedésbe, király, ez ugyanis belül agyag, kívül meg részborítja, se nem ehetett, se nem nyitott soha sem. A király erre előtötte a magukat. Hívatta Bél papjait, és azt mondta neki, ha nem mondjátok meg nekem, hogy kifogyasztja azt, amit ráfordítunk, meghaltok. De ha bebizonyítjátok, hogy Bél színeg, Dániel fogtalanul elbűnt, mivel három már elbűnt. Dániel azt felelte, legyen ugye, ahogy mondtam. A jelenet azt ábrázolja, az a mitulatja, az a történetek azt ábrázolja, hogy nem szerintem a rajzoltán film belőlemények metszetesztésbe, hogy itt középen a király, kóruson, tőle jobbra a fiatal Dániel, aki mutogat a templom felé, a másik ételt, tőle balra pedig Bélnek a levegzetesség, inkább csak a
kis színesét mesélem, hogy ez a pap például tonuszugrát is sem. Vagyis katonikus szerzetesként van ábrázolva, nyilvánvaló politikus értelme. Tehát a hamis istennek a hamis bálványát tisztelték. A király Dániel elment Bél templomába, és Bél papjai tettek egy ajánlatot. Nézd, király, mi kimenjünk, te pedig tedd oda az ételeket, majd töltsd ki a bort, és azt is tedd oda, aztán zárd be az ajtót, és pecsételd le a gyűrűt. És ha reggel eljössz, és nem hallunk, hogy Bél mindent megevett, halljunk meg mi. Ellenkező esetben halljon meg Dániel, aki hazugságot fogott ránk. Nem féltek, mert az asztal alatt titkos bejáratot csináltak, mindig azon keresztül szoktak bemenni, elkölteni az ételeket. Tehát a papok átverik a királyt, valójában jól fogyasztják a vételt, egy titkos bejáratot keresztül részt az Európa-szak a templomba, és így. Erre Dániel kieszel egy trükköt, miután kimentek, a király vélejétett az ételeket, Dániel pedig megparancsolta szolgáinak, hozzanak hamit, és amikor csak a király volt jelen, fölhintették az egész templomot. Aztán kimentek, bezárták az ajtót, bepecsételték a király művéről, és azt így látjuk, ez egy olyan hosszabb jelent, a Dániel és a király kétszer fordulva jelent, de azért egyszer, hogy nem mondta elő, egyszer ki, hogy mikor bezárják a kaput. Ugye ezt az előtt még elkezdtem mondani, hogy ez amikor átmennek a templom épületébe, itt van a király mellett a Dániel, ott a háttér, itt van a kapva háttér, ott van a kapva háttérben, és itt lehet látni, hogy éppen viszik az ételeket az asztalon rakják szét. A következő jelent Hieroniszkok metszetén az éjszakai kihonyát ábrázolja. Megint látjuk a szobrot az éppen, előtt az asztal, ahogy éppen érkezik valaki a bejáraton, és így különböző lépcsőkkel újabb vendégek jönnek, családok, eszik, tisznak gyerekek, és mindenki ott hagyja a lábát a hangban. Másnap reggel a király, vagy Dániel megérkezik a templomba, és észreveszi, hogy mi történt. Minden az egész templom tele van lábakkal. Óvatot voltak a sivészek. A király azonnal az anya király azt hiszi, hogy az elkezdett ételt látja, azt mondja, nagy vagyunk Bél, nálad szóba se jöhet semmiféle csalás. De Dániel elmosolyodott és visszatartott a fiát, hogy ne lépjen be, azt mondja, hogy szóval nézd meg a kardot és vizsgáld meg, kinek a nagy ezek. A király azt válaszolta a férfiak, azt mondja, hogy gyerek, látni. Erre a király éppen haragolóban azonnal elfogadta a papokat, azt mondják, hogy gyermekeiket megmutatták neki a rejtekajtót is, amelyen beszélgetik, hogy lehet most látni az a lépcsőt, és a király megölette őket, Bélnek Dániel kezére adta, aki aztán elvesztette a templomába együtt. Azt látjuk, hogy fegyveres katonák szétverik a szobrot, a szobor nyomai, antik szobor törvékek formájában szerepelnek. Én szeretem a rajzát, egyébként a 16. első fegyveret Rómában járványon sűrű, gyakran is rengeteg antik szobor törvékek rajzoltak. Még volt ezek az alusznak a szobor. Ez az asztal. Az én kérdésem az, hogy ezt a nagyon zavarozott, zavaros, színes, mindenféle formatokkal, izgalmakkal, pittoreszk eseményekkel kenetett történetet, Rembrandt miért gondolta egyetlen nyitó dialógusban,
tükrözni, és az első nyitó dialógusban összefoglalva. Hogy jutott arra gondolat, hogy ez a kicsi jelet az egész történetét helytáll? Ugye ő nem csinál sok. Ő nem lépésről lépésre illusztrálja végig a történetet, hanem egyetlen állóképet csinál, ami az egész történetet kell megrepülni. És a legkevésbé futni, a legkevésbé látványos, a legkevésbé színes, a legkevésbé esemlikus történetet, elemet választottak. Na, az én válaszom Arisztotelészre vissza, azért, mert kitapintja ebben a történetben a tragikus mozakot. Kitapintja ebben a történetben a boltani pedig drámaját. Azt a pillanatot, amikor a dolgok eldőlnek ebben a történetben. Ki ennek a történetnek a tragikus hőse? A tragikus hőse egyértelműen a király. A hitigazság Dániel oldalában, de Dániel nem tragikus, értem, nem tragikus ura, nem ért, nem is életes. Dániel csak igazol. De ki az érdekes ebben a történetben? A király. És miért? Azért, mert, és ez az első dialógus kiválasztásnak indokolja, mert ebben a dialógusban derül ki, hogy ez a király, ezt a király mi vezér? Mit akar tudni? Ugye ő az volt, neki az volt, hogy a modellet. Minden darjaiból lenyakasztottak az alkalmat, elpusztíthatná, hiszen neki van igazad. Az ő van a dolgon, és Bélistenség az ő hatalmát garantál. Bélistenség őt legyen. De ehhez ez a király mégis úgy dönt, hogy tudja, hogy az igazság. Kinyitja a vitát. Oda hívja a papokat, és azt mondja, melyik őtöknek van igaza. És ráadásul nekem ugye, amelyiknek igaza, amelyiknek nincs igaza, az halálba fog. De ugye ő, mint király, nem áll közében semlegesen. Ő az egyik oldalon. Ha az ő papjainak nem lesz igazuk, az nem csak az ő papjai halálát fogja okozni, hanem az ő lehetetlen. Kürosz tehát egy tragikus figura, mert a cigasságot fontosabbnak tartja, mint a saját sorsának a biztosítását. Ez egy drámai anyag, egy tragikus anyag. Egy mindig. Tulajdonképpen, ha dramatizálni akarnak, akkor ebből jó nagy drámát. És nem az észreveszél, a kis, kis játéknek is mellé törkettével, nem? Apokrif történetről van szó, senki nem állapodnál. Nincs valószínű, nincs. Még csak teológiai jelentés is nincs. És mégis fontos. Na, szerintem ennek a magyarázata az, hogy őt a arisztotelészi tragédia értelme. Persze, tudjuk, hogy latin iskolában járt, tudjuk, hogy olvasott tanulva ezt a terésztet, tudjuk, hogy meg is festett ezt a terésztet, hogy egy szép kék, amelyik nem van. De nem gondolnám azt, hogy ennek közelben bármi közel a ezt a terésztet, hogy nem csak ezt a terésztet személyes kapcsolatban. Nem kell ez a terésztet olvasni, hogy latin, hogy ilyen dráma érzék, hogy fölismerje a jó anyagot azt. És akkor most jön a tulajdonképpen. Mert rendben van, hogy ezt így kielemezik a történet alapján. De volt a képeli probléma, a Brennan dramaturgia volt egy képeli probléma, az, hogy hogyan csinál? Hogyan lesz ebből kép? És hogy ez a képen tényleg volt az a dráma, amiről én beszéltem. Vagy csak én képzelem, én betűntem benne. Én azt gondolom, hogy a történet ott van a képen, a dráma ott van a képen, le lehet olvasni, precízen lehet olvasni. Csak ehhez egy speciális cselekvés elméletre van szükségünk, arra van szükségünk, hogy azt a bizonyos dolgok, az előbb a cselekvésre kapcsolódik, hogy a cselekvésnek tárgyuk van, hogy minden cselekvésnek meghatározó irány a célja, funkciója, iránya van, ezt vegyük.
És a kérdés úgy fog fölmerülni, hogy a két figura egymással való kapcsolata, Külosznak és Dánielnek az egymással való kapcsolatában hogyan ábrázolódik maga a konfliktus, illetve hogyan ábrázolódik a konfliktusnak a tétje. Ha igaz, amit az elején mondtam, hogy Rembrandtnál egyik cselekvésekről van szó, akkor az a kérdés, hogy mit csinál Külosz és mit csinál Dániel? Mit csinál? Mit tesznek? A drámában a cselekvés dialógusok formájában zajlik. A dramaturgok párbeszédekben kell, hogy átírják azt, amit az emberek csinálnak. A tettek szavakban, szólátással dialógusoknak. Egy dramaturgnak az a dolga, hogy az elbeszélés jelenetekre pakolja, és a jelenetekben drámai párbeszédekre írja át a konfliktust. És abból bontja ki, hogy a néző követni tudja a párbeszéd alkotásával követni tudja, hogy mi történik a szereplőkben, mi zajlik közöttünk, és mi hogy jutnak el oda, ahogy a Aristóteles ezt mond, hogy a valószínűség és a szükségszerűség szerint cselekedjünk. Hogyan ábrázolja azt, hogy nem véletlenül történik a dolgok, hogy olyan történnek. Egy drámában nem véletlenül vannak a dolgok, hogy olyan történnek, mert valamilyen belső dinamika van, mert a jelenből fogadó az ambícióból fakadó, vagy a jövőségi mindenből fakadhatóan történnek meg, amik megtegyek. És ezeknek a fölfejlése, a végigkövetése, ez a néző dolga a zsörében. Ezt csináljuk a színházban ülünk, és nézzük oda. Követjük a figurák mozgását, és a párbeszédet. Tehát nincs sok ilyesmi dolgozó. Van egy párbeszéd, és követjük el, az a baj szerencsénk, hogy nem halljuk, hogy mit mondanak. Írva vagyunk, hogy mit mondanak, rá tudjuk próbálni azt, amit mondanak arra, amit mi látunk. És egyébként zárójeles megjegyzést hagyni, és a művészettörténész kollégáknak nekem egy mély meggyőződésem az, hogy van egy tradíciója a képekről való beszédnek, ami az antikvitásból származik, ekfrázisnak nevezik, képek leírásának egy igazán emlékszel volt a Legfrancis. Olyan képeket írtak le költői eszközökkel, amelyeket egyébként nem lehetett látni. Egy költői szalag az volt, hogy írj egy olyan költeményt, ami alapján el lehet képzelni, hogy van képen, mit látnánk látva. Az Legfrancis szalagban nem csak képzelbeli képeknek, vagy nem látható képeknek a fejlődésre szolgál, hanem a látható képeknek is. És bizony, hogyha valaki például egy ikonográfus vagy egy művészettörténész képeket néz és leírja őket, akkor voltak képen, hogy hogyan írja őket, az a nyelvi forma, ahogyan történetbe fogalja, elbeszélni azt, amit a képen áll, az bizony ekfrasztik a selvány, az bizony olyasmi, ami megfelel az antikvitásnak. És erről szokott le a modernizmus. Az a helyzet, hogy amikor azonosítjuk a képet, az ikonográfiai tárgyat, azaz a szövegreferenciát, akkor azt gondoljuk, hogy már tudjuk, hogy mit kéne látni. És megspóroljuk azt a feladatot, hogy meg is nézzük, hogy valójában van-e milyen szinte. Egy ekfrasztikus igény azt fogalmazna meg egy ezzel a képet, akkor próbáljuk szavakat adni a szájunknak. Mit mondanak? Egymásnak. Természetesen nem vagyok naív, és nem vagyok egy jó naív. Csak azért van ez a érzékletek, hogy ezt a feladatot nem lehet megsporolni. Mert ha ezt megsporoljuk, akkor minek esztétikai dimenziókat függesztjük fel, akkor minek nem válnak eleve tapasztalatlanná. Vagy nem válhatnak eleve tapasztalatlanná. A kérdés tehát az, hogy mi történik akkor, amikor a két ember dialogizál. Miféle cselekvés az, hogy ez a dialógus? Mi az, hogy én beszélgetek vele? Hogy beszélgetünk. Hogy én beszélek hozzá, te beszélsz hozzám. Amikor én beszélek, te hallgatsz, amikor te beszélsz, én hallgatom. Amikor vitatkozunk, egymás szalába vágunk. Miért vitatkozunk? Miért dialogizálunk? Mi történik?
eszmét cserélünk, véleményt cserélünk, nézőpontokat cserélünk, stb. Miért is? Azért, mert érdekeltek vagyunk a tárgyban. Minden beszélgetés valamiről szól. Minden álláspont, minden vélemény valamiről mond valamilyen álláspontot. És ha én valakivel dialógusban vagyok, akkor azt jelenti, hogy ebben a párbeszédben kölcsönösen áll fenn az a költ, akivel beszélgetek. Majdnem mindenki, miről mindig mi az, de a lényeg az, hogy megvan ez a tárgyalatos. Azonos módon egy olyan dialógus, amelyben mutatok egy ilyen példát. Igen. Például egy ilyen képet tessék megnézni. Rembrandt Dániel, Rembrandt Szent Péter és Szent Pál dialógusát állandó festett. Két ember beszélget. Két szent beszélget. A kép aláírás. Bocsánat, ez rossz a kép, akkor elvédett ezt. Na mindig, akkor felejtsék el. Szóval nem, ez nem mondtál, ez nem az a terv. Bocsánat, elmondom. Tehát ez a Szent Péter és Szent Pál dialógusát. Az egyik beszél, a másik hallgat, legalábbis az egyiknek változó, az a másik nem változó. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy ők kettően dialógusban vannak egymással. És ez a dialógus egyenlő felek dialógus. Hogy éppen melyik beszél, az mellékes ahhoz a szempontból, ahhoz képest, hogy együtt beszélnek, együtt beszélünk kettőnek. Optimális esetben a dialógus egy ilyen egyensúly alatt. Azonos értékű felek, azonos értékű felek tart. De nem minden párbeszéd egyenlő. És amikor ha visszamegyek egy pillanatra a képemhez, akkor itt az a furcsa helyzet áll elő, hogy van ugye egy párbeszéd képfélkülött, de nem egyenlő, nem szimmetrikusan veszekedett részt. Azért nem szimmetrikusan vesznek ebben részt, mert az egyik egy uralkodó, a másik alatt. A kép egyértelműen teszi azt, hogy az uralkodó is látható van, az alatt alatt is. Hogy tudnak egymással dialogizálni? Na, ennek a helyzetnek a megértéséhez be kell vezetni egy kis, egy pár segédfokkal regulját, mert nem tudom máshogy ezt elmesélni. Az állóképeken, egy állóképen, az én hipotézisem szerint a figurák jelenléte, tehát hogy ott vannak egy szituációban, valahogy ott vannak, a jelenlétük, akiknek kialakítható egy tipológia. Milyen módon vannak jelen egy szituációban az állóképek? Egy jelenlét egy szituációban, hogyan van ott? És ennek négy alapesetét különböztetem meg. Az első alapeset az, amit úgy nevezek, hogy igen, ez a négy alapeset, amit meg kell különböztetni. Transitív, abszorptív, performatív, intranzitív és önreflexív. Ez a négy fajta módja van, aki jelen van egy kérdében. Bocsánat, hogy extrém módon hangzik ez, de mi elmondtam, hogy úgy csak nem tartom már jó, hogy azt szóltam. Transitív, abszorptív az azt jelenti, hogy egy figura úgy van jelen a képen, hogy teljesen elmerül abban a cselekvésben, amit csinál. És ez az elmerültsége van a cselekvésben, ez evidens. Nem tud más, nem tudunk másra gondolni, csak arra, hogy azt csinálja, amit lát. Itt például az, hogy Androméda figyel. Androméda figyel. Nem szenved, nem sír, hanem figyel. Miért figyelhet? Azért, mert van mire figyel. Mert van figyelnek tárgya. Látjuk a figyelmének tárgyát? Nem látjuk.
Miért nem látjuk? Kell látnunk a figyelmi medáját? Minden, ami kell ott látnunk a harcoló feleket? Nem kell látni, mert Rembrandt olyan precízen ábrázolja azt, hogy Andromeda figyel, annyira intenzíven koncentrál arra, amire figyel, és semmi más nem jön el róla, csak azt, hogy figyel. Ez a puszta figyelem elég ahhoz, hogy ő így legyen jelen a képben. Ha van a ciklán, így legyen. Ki van kötve, szegény, a test súlya, a testet meg kell tartani két szorosan összekötött kötött pánt alatt, és közben a két összeszorított két kajak között ki kell néznie erőszakosan ebből a kell, hogy kilásson a kajai. Miért akar kilátni? Mert ez a cselekvés. Mert kíváncsi, tudni akar, hogy mi történik. Ez egész más, mint amit Tiziánban látunk, aki lehet ilyen szegény, amikor miért egy ilyen balettot adja. Lányosan, tényleg, hát érdemes megnézni, hogy van. Tiziánban ez az elem nem érdekel. Neki elegem volt az, hogy le lehet olvasni azt, hogy ki van kötve és szemben. Minden föl van szerelve, itt az összes attribútumban, hogy ezt lehessen. Nem lakott meg az attribútumokat, ők viszont a cselekvésbe. És a cselekvésbe azt következik, hogy semmi más nem látszik, csak ez az erőködés, hogy lássuk. Ez cselekvés. Ami indikálja a tárgy, követi a világát. És ott van az a tárgy, csak nem látszik. Tökéletes, egy teljes értékű dráma. Ez a másik kedvencem, csodálatos, gyönyörű Anna Weimernek a portréja, az Jan Sziszmik volt a mamája, Rembrandt jó barátján volt a mamája. Ez az 55-ben készült a csodálatos kép. Mit csinál Anna Weimern? Olvas. Az olvasás cselekvés. Most nem akarok ebben belemenni, mert nem is azt mondja, hogy tényleg vett a könyvben, hogy hosszasan elmenni ezt a folyamat, hogy mit jelent azt, amit olvasok. Ez, hogy mi az, hogy nincs cselekvés, azt olvasok. Vajon egy képen látok egy figurát, akinek a kezében egy olvasni valóban egy könyv, egy újságban, az azt jelenti, hogy ő olvas? Attól függ, hogy van, hát összehangolva az alanyatát. Attól függ, hogy van megcsinálva. Na itt hogy van egy csinál? Olvas? Hát mi az, hogy? De még mennyire is. Nem egyszerűen kézben tart egy könyvet, mint egy attribútumát az olvasásnak, ami nagyon gyakori a filozófus ábrázásnak, vagy a könyvek, filozófusokat, vagy akár próféták is, vagy apostolok is tartanak a könyvet kezünkben, mint egy attribútumát. Aki olvas, az olvas. Ez azt mondja, hogy el van mennyire, abban kell egy kapancsmentésnek. És én most végig elmeztem, hogy ez nem akár kell tenni, hogy egy csodálatos módon le lehet vezetni, hogyan van ez a, hogy hogyan van integrálva a cselekvő szubjektum, a cselekvés tárgya, az olvasandó körökkel. Ez vizuális módon meg. Csak egy dologra hagyok, nem tudom megállni. Tessék meg, hogy ilyen széles kalibrájú felfedője, amelynek a belső fala világosabb, mint a külső. Olyan, mint hogy a könyvről visszavevődő fény ez valahogy befogná oda terelni a fény az arcnak. Miközben a két kezével a könyvet fogja, és elmélyed a könyvben, ez az erős vizuális alapzata, hogy ebből az arc középpontjából tekintet lefegy a pályára, a pályára irányul. Ennek egy ellenirányú mozgásaként a fény meg fölfelé repül, és két ilyen egymásba vágó, egymásba elemes irányú két, mondjuk ilyen háromszöget alkot. Egy vizuális struktúra, amelyben az olvasó személy, az olvasó tárgyal egy körkörös tárgykapcsolatot. De nem vigyázzunk, amikor valaki olvas, akkor nem tudom az olvasást. Olvasni az azt jelenti, hogy kommunikálni a könyvet. Egy könyv ellenállhat az olvasást.
egy könyv, mert lehet, hogy neked nincs. Lehet, hogy nehéz. Lehet, hogy akkor megválasz. Lehet, hogy a Jóisten tudja minden dolgja, erőfeszítést követem attól, aki olvas. Lehet, hogy valaki olvas, de próbál is nem érti, hogy olvas. Meg tudja ezt egy festő festeni? Meg tudja festeni, hogyha erre koncentrál. Ez a probléma. Az én tézisem csak annyi, hogy nem a cselekvésnek ezt a tárgykapcsolati finom mechanikáját dolgozom. Hogy kell valaminek a tényleges cselekvésként való megvalósulását megrajzolni, megfestni. De ez mindenek előtt, erről is külírok, de most megint nem akarok ebből belemenni, van egy nagyon fontos festői képesség, ami nélkül ez nem megy. Ez pedig Rembrandt elképesztő rajzkészség. Hihetetlen tudott a csávó rajzolni. Elképesztően precíz. Olyan finom dolgokat tudott minden különösebb erőködés, minden különösebb rákészülés, minden különösebb, hogy is fogalmazzam ezt, igen, nincs jobb szó, erőködés, minden különösebb, más spontán, mert olyan cselekvés a fogú spontánzatnak. Úgy rajzol, hogy a más teszik. És ez átjön a rajzai, a beszélve elkezdő, vagy az orzsai kettázó rajzai. Annyira precízen tudod rajzol. Ez a rajzkészség, ez nagyon ritka. Ez a fajta rajzkészség, amit ilyenek volt, nagyon ritka. Tessék nem a rajzokat nézegetni, és el fog bátorítani, miket ez az ember az. Mitek lehetsz? Úgy értem, hogy még egyszer nem erőködve, nem tanulmányozta, nem dolgozott rajta, hanem így, spontán. Ez a halálos biztonság, ez a gyorsaság, a villámgyors precizitás, az, ami alkalmasan teszi azt, hogy ezek a mikro kapcsolatokat, tájkapcsolatokat tudok. Na jó, itt ilyen persze, le de azért igaz, hogy ezeket így bocsánat, elnézést, ezt egy előadáshoz, bocsánat, nem tudok sok hozzáadni. Tehát ezt nevezem transzimorfatik, nem tudom, vagy a tárgyban elmerül a tárgyban, fölgódva a tárgyban teljesen föl. És ugye emiatt, mivel a tárgyban teljesen föl belemerül, a néző számára ez a belemerülés evident. Ez magánvéd. Persze, hogy azt csinálják, mi más csinálják. Annyira szorosan van összefűzve ez a tárgykapcsolat, annyira precízen van a megformálva, hogy ennek az a következménye, hogy nem tudja a néző nem észrevenni, nem tudja nem ilyen elvinnítségként használni. A második ilyen jelenlét típust azt úgy nevezik, hogy performant. Olyan típusú jelenetekről van szó, amikor például van egy ceremónia, ahol a szereplőknek meghatározott szerepeket eljátszanak. Ez a kép, amit most példaként bemutatom, ez az Leiden törvényel, ez egy legkorábbi terve, 1625 körül. Eddig a művészetről a Rembrandt tudtam, 16 különböző interpretáció szerint, hogy mit állátszik. Senki nem tudja mondani, hogy mit állátszik. Úgy értem, hogy melyik költeti elbeszélésről van szó. Egy Cereales konzul vagy nem a februárban, vagy miféle variáció, rengeteg született, hogy valami értelme lehet, hogy ez kicsoda, meg ez egy kicsodás, miért érdelnek meg. A jelvényekből nem lehet semmiket. Ez azért van, azért ilyen jellegzés, hogy nem tudjuk meg, hogy ki kicsoda, mert performatív a kép. Mert egy egyszerű szertartást látsz. A szertartásoknak a hatalom nyilván a szertartás. Itt valahol nyilván abból, hogy az uralkodó lett. Főleg add azért, hogy uralkodó, akárki akár éppen szóval, aki a hatalom pozícióban áll, ő éppen kinyilvánítja a hatalmat. Parancsolatban tilalmat hoz ki meg. Büntetést, jutalmat, a jó Isten, hogy mit mond, nem tudjuk, hogy mit mond, de valamilyen módon a hatalmát gyakorolja. Aki vele szemben jön, érdel az meg ezt a hatalmat, akceptálja. Elfogja. Ez egy társas játék, így működik az udvari nyilvánosság, hogy
Az egyik kívülmányt alkalmat, a másik elfogyaszt alkalmat, és így kölcsönös, egy ilyen súly visszajövődik, amíg itt mögöttünk, amelynek a lényege az, hogy mind a ketten performatívnek vannak. Performatív. Elő vannak írva, hogy mit csinálnak, mit kell csinálni. Amikor valakinek ki kell hirdetni egy bírói ítéletet, akkor a bíró nem magánembernek szól a kultikusról, hanem egy funkció, egy szerepben van, és elő van nekünk, hogy ezt hogyan kell meg. Ő a hivatal beszél belőle, nem ő sárban. Nem magánemberként van jelen a szituációban, hanem annak a státusnak a képviselőre, amit a performanszban el kell adni. Mi következik ebből? Az következik ebből, hogy a performatív jelenléteknél nem szükséges az a fajta tárgyi kapcsolati intenzitás, mint ami a egyszer abszolút a cselekvésekre szükséges. Nem kell jelen lenni a szerepet. Eljátszott a szerep formálisan is. Akkor is érvényes lesz az előadás. Nem tudom, hogy ez egy játék, mozgástér a jelenlétnek egy olyan lazább formája, amikor valaki úgy van jelen egy szituációban, hogy nem kell teljes lelki szellemi érzéki odaadással jelenlenni azon a dolgon, hogy mindig kell csinálni. Van egy ügyes képe Rembrandtnak, Dávid, a fiatal Dávid bemutatja a Góliát fejét a Saulnak. Ilyen nagy udvari jelenet, és ott van tömegben egy lovon, Jonatán. Saulnak az van. És tudjuk a történetből, hogy Saul és Dávid között egy szerelmi viszony tulajdonképpen lesz. De ez sajnos akkor is ilyen félreértő, nagyon erős érzelmi viszony van a Saul és Dávid. Igen ám, de ebben mivel a jelenet egy performatív, egy szertartás, ahol a szolga bemutatja a zsákmányt az uralkodónak, ezeknek a személyes kapcsolatok, amik egyébként a figurák között a történetről is megszerint értelemben, nincs helye. Nem látszik, hogy ennek a képről elolvasom. A performatív jelenet fölírja a személyes A harmadik fajtát úgynevezem meg intranszitív jelenet. Ez azt jelenti, hogy valahogy úgy van, hogy valaki jelenet cselekvésben, úgy cselekszik, hogy tulajdonképpen kilép a cselekvésből. Tárgyatlanná válik, tájtalanná válik a jelenlét a cselekvésben. Csinálja, de nincs benne jelen. Ismerjük ezt a közhelyzésben, milyen magyar jelenet, hogy akkor használjuk. Valaki ott van, de mondjuk nem figyel. Egy órán. Ugye előfordul, hogy az ember rajta, aki hallgatott, hogy ott van, hogy ott ugyan abban, de nem figyel. Ez ott az, nincs jelen. Figyel, hogy jelen? Az, hogy rám figyel. Az, hogy, nem, az, hogy a közös tájra figyel. Abban figyel, a részt vesz abban a elmerül abban a tájban, amiről beszélünk. Minden intranzitív cselekvés a tárgyak cselekvések felfüggesztésére alatt. Nem csinálom, amit egyébként csinál. Úgy teszek, mint vagy. Ugye ez a kép csodálatos gyönyörű dolog a Párizsi Vacséba fürdője, ugye azt ábrázolja, hogy gyönyörű szép az, hogy aki Uriásnak a felesége, Katalának a felesége, a Dávid királytól, aki a megint egy másik szerepben mutatom föl. Dávid királytól kap egy ajánlatot, hogy a király kilesírjön a teraszon, hogy a vezérlátunk a fürdi, és nagyon kedvet kap rá, és írj meg egy levelet, hogy a fürdi szolgált értő, hogy keresse fel őt, és lényegében el akarja csátani Bacsévát. Akinek a férje, Uriás, mint katona, tiszt éppen Dávid kedvéért harci háború. Azért is otthon, mert az ő érdek. A történetnek az a vége, hogy végül is Bacsóba engedi a királyi kuszvalását, ebből lesz egy súlyos konfliktus, mert ugye közben Uriás hazajön, Uriás el akarja akkor Dávid beszélteni, és ennek is lesz a következménye, Uriás valóban elpusztul, megöleti tulajdonképpen az asszonynak a férjét,
És ebből a názból lesz szerkesztetési csalódás. És én nehéz területet szomcsinálni, de a lényeg az, hogy egy súlyos, tragikus döntést hoz Vasilyev. Azzal, hogy elfogadja a királyt. Valójában a kép azt ábrázolja, hogy megkapta mellett. A kép azt ábrázolja, hogy megkapta a levelet, abbahagyta az olvasást, és meditál azon, hogy mit csinál. Vacsi vállázása csak egy garboda van, amelyekben a vagycsát szélesen ábrázolják, úgy bizony. Szóval azért ezt egy ilyen természetes jelenségként ábrázolni, hogy miért megcsinál. De nem a miattán is csinál. Azt lehet találni, hogy az asszony meditál, nem tudja, hogy mit királynak mondja nevel, hogy a férjét csak maga. Nem tudja, hogy lesz a következménye. És mégis a dráma, ez az egyetlen pillanat a Vacsió életében, amelyben tűdött. Itt nem tehetünk azt, hogy szóval. És aztán tudjuk rosszul. De nem ezért érdekes, nem ezért az itt a jelenet, hanem azért, mert miközben az a kezében tartja ezt a levelet, és közben nyilvázik, hogy mit is válaszolnak a levélre, mi legyen az eredménye, mi legyen a lépésre, ekközben éppen fürdés közben. A szolgálója éppen a lábát húsa érte. A két figura nem ugyanabban a móduszban van jelen. Az asszony elmerült a lábosnak. Vacséba nézi a saját lábát, és nézi az asszony. És nézi, és látjuk, hogy ő is ott van, és azt is látjuk, hogy nem a lábát nézi. És nem azon van elfoglalva, hogy szépen tisztán törni a lábával szólnak, hogy nem. Hanem azon van elfoglalva, hogy mit írtak a legjobb. Milyen kívás írtak a legjobb. Nem egy hamisan interpretálom? Evidens, hogy ez történt. Nem tud más történt. Csinál. Ez azért, amit az elképesztő precizitásunk van, hogy nem a képes arra, hogy úgy ábrázolja a rosszabb tekintetét, a tárgy irányítását. Tehát, hogy a tekintet tulajdonképpen üveges. Valójában nem látja, valójában nem nézi, szóval. A lábát sem nézi. A tárgykapcsolat a cselekvés belülzöttek. Miközben kifelé csak azt lehet kommunikálni, hogy ő nem vesz részt a cselekvésben. És végül az utolsó, amit én önreflexívnek nevezek, ez az a nagyon ritka képek egyike, amikor Rembrandt az elveszésben, a történetében olyan figurákat lépett fel, hogy kinéznek a képet. Ez a Sámson feladja a rejtély című kép, Rezdei Gépnáról, egy nagyon, nagyon reprezentatív, nagyméretű festményről van szó, szintén olyan téma, amit keveset mit ábrázol. Rembrandt ilyen nagyméretű festmény, ilyen jelentényi reprezentatív nagy képet egyáltalán nem csinálhat. Miért választott? Azért, mert rájön egy nagyon kevés dologra, szerintem. Én nem tudom másról interpretálni. Az történik, hogy egy sztori volt, hogy Sámson zsidó hős, történetnek a negatív fős, tulajdonképpen szegény Sámson egy olyan férfi, aki megvan terve egy olyan sorsa, amit nem rászadtam, mondja. Tudjuk, hogy amikor nagy ember megszületik, akkor a szülei mama és felesége kap egy intést az úton, hogy nazírnak nevelek Sámson. Egy szent életű zsidó férfinak nevelek Sámson, de azt mondja, hogy olyan szigorúan nevelését, és a szigorúság azt jelenti, hogy nem élhet sércsebb életet, nem élhet
az érzékeinek, emlének, gyönyörének, vallásos módon kell viselkedni, élnie, és nem vállalhatja le a baját. Az is az járásnak a következik ezt. És ez a szegény fiú, ez a természet, a született természet az ellenkező. Pont minden ellenkező képen csinál, amit neki természetes, mint ahogy a felújás ezt. És az egész történet, ugye a Dirac könyv, a Mesi Dirac Sámson történet, az egész könyv a végig csak az a történet. Egyik műből a másik esik. És a végén, ugye Delilah az lesz az a mű, aminek aztán végül tényleg az átadás lesz. És minden nő, aztán a filmszerűsorok nőknek különösen okay, minden nő meg akarja tudni a Dirac, mert ő egy barbieres férfi, és nagyon sok borsak tör a stilisztusok arra, és ezért a stilisztusok minden megtesznek azért, hogy megtudják, mit olyan erős, és hogyan lehet ő tőle megszabadulni. Ez a sztori, amiben itt látunk, ez nem a... Ez nem a Delilah története, hanem ez a Timnati asszonynak a története, egy korábbi ügy, egy házasság, ahol elveszi feleségül ezt a Timnati asszonyt, egy filiszteus nőről van szó. És már az esküvőn is, nagy esküvőn, az esküvőn is már a filiszteusok próbálják beáhozni, és ezt Sámson valahogy érzékeli, és ezért egy lejegyvényt ad fel a filiszteusok. Öt napokat az esküvő, és az ötödik nap végére kell megmondani, hogy mi a felejtvényfogadása. Nem mondom, hogy mi a felejtvény, benne van a történet, de most a vissza szempontból nem érdekes, hogy ez olyas, ami nem lehet kideríteni. Nem lehet megfejteni. Sámson a személyesen törölte valami, amit úgy jelent is belerejtett van a rejtvénybe, nem lehet kideríteni. És közben az történik, hogy a filiszteusok rá akarják venni a zúli felséget, mert tudja meg ők Sámsonnak a titkát, vagy a megfejtést a rejtvénybe. És az is történik, hogy valóban az asszony valamelyik éjszakban végül is rávesz a Sámsont, hogy elárulják. El is árul neki, hogy mi volt a rejtvénybe. Úgyhogy az asszony elmondja a filiszteus férfiaknak, akik elmondják, amelyik megoldás Sámsonnak, és Sámson éppen egy üveget, hogy neki kell fizetni, hogy fogadtak. Úgyhogy kifizeti az adósságát, például szépen az egész várost, és fölültja a tarlót, és nem tudom, hogy egy szépen hagy vége. Ezek után a filiszteus asszony, az apja elmegy hozzá, és visszamegy, és visszamegy neki a zsertványát az esküvőről, úgyhogy még a felmegy az asszony is elvesz. Úgyhogy Sámson éppen arra az eredés szörnyű hosszat áll, és ennek ezután jön a derületet. Na, ez a jelen az ábrázolja, amikor Sámson feladja a rejtélyét, itt a képnek a jobb oldalán, a filiszteus férfiaknak. A képnek a bal oldalán mulatozó párokat lehet látni, szerelmes párokat, párosával, és itt középen ül az asszony, ki kinéz a nézőre. Miért? Az erdény főnye a fiát arra, hogy egy figura kinéz, egy elvesztődik a nézőre, akkor azért a rendelmi dramaturgiájában egészen bizonyosan, hogy nagyon erőteljes kezdés. Nagyon ritkán fordulni. Csak nagyon indokolás. Miért is? Mert ha kinéz a figura, a történetből kinéz a figura, az azt jelenti, hogy sem el nem van megújra valami szoktosban, sem nem játszik el valami előző szerepet, és nem is azért illatosítja még a fejlőségből, mert valami saját dolog a belső ügyeje, belső fogadója van, hanem azt történik, hogy a nézőszó. Ez az ő cselekvése. Úgy dönt, hogy a nézőszó. Mindenki ezt fogja, de senki sem fordít, esetben ez egész ki arra van fordít, hogy a figura középen szeparálva van a többi. Sámson elfordult tőle, a többiek mindenki el van
el van maga párjára, a férfiak elvonnak a rejtvényen, és az azt, hogy ott van egyedül, és senki nem vesz róla tudomást, és senki nem, és senkivel nem kommunikál. Egyedül a nézővel. A néző meg van szemben. Elfelejtettük ugyan, mert modern nézők vagyunk, és már nem szeretnék csinálni, de a képeken egy nincs adott szabály, hogy egy figura kinéz a nézőre, az azt jelenti, hogy a figura megszólította a nézőt. És így engem megszólítanak, akkor nekem válaszolnak. Miért nézel? Mit akarsz? Nem szoktuk ilyet mondani, hogy csinálni, de valójában ez egy kommunikatív szikmát. A portréknak megvan a maguk alapot. A portré az is alapot. A portré is kommunikál nézve, hogy mit kommunikál önmagában, hogy miért vagyok, mit mondok meg? Neked nézve, miért látsz ennek, mit olyan látsz? Ennek kell a portréknál, és ez egy külön probléma. Van valami portrészen abban, hogy az, hogy kinéz, mint egy alapot. Egy uralkodó figura az egész jelenet fölött áll. Zárójel, ebben a topikban van egy olyan mozalat, nem merek állni a korábbra, nagyon főzöm, ebben a csalak. Mondtam, hogy hozzá is. Tehát, hogy az történik, hogy van egy olyan dolgot, ilyen áratos tradíció, hogy az esküvői képeken, 16. századi rémek alföldön, a mennyasszonyoknak a képen rendre egy ilyen háttér karaván előműtették, ami itt is van, külön háttér karaván előműtették, és általában ott kellett csendben ülniük, és lemenni a szemüket. Mert az eskü, a házasság azt jelentette ebben a kultúrában, hogy az asszony innentől fogva a férjére uralma alá tartozik, a férj és minden technikai másra lett, nem az urára, az tiltott pillantás. Tehát egy ilyen, az, hogy egyedül van az arra, egyedül van egy ilyen. Vesek nézze a Dreiberg, a híres parasztatban is ezt lehet látni, hogy ő közében az asszonyra, és nem lehet látni, hogy hol a férj. És ő neki az arra figyel, hogy ott csendben tudomásul vagyok, most akkor fogok kinekezni a szemét és a szállat. Van egy olyan interpretáció is ennek, amik ebből a szerepből próbálnám megérteni ezt a képet, de hát nehéz ezt az asztalat, hogy elkezdődik, itt a szerénység motivál, de ez a pillanat nem büszke, olyan határozott, olyan egyértelmű, meg nyíltan keresi nézőknek, hogy az ilyesmiből valamilyen szándékosság. Rembrandti drámai gondolkodás, a drámai személyek viselkedésnek, belső nevű motivált figuráknak a viselkedésre eszközteni, ami valamilyen belső motivumnak kell lenni. Mi lehet ez a motivum? A történet érdekessége az, hogy ez a jelenet, amikor a srácon feladja rejtünk, még azt megelőzően történik meg, hogy a filiszteusok ráveszik az asszony, hogy tudjam ki a videót. Hiszen még csak ott kell megtenni a fapot. Tehát az asszony még semmit sem tud arról, hogy ő neki mit kellene majd kiszedni a férjét. De azt tudjuk, hogy ki fogja szedni vele. Tehát mi az, amit a kép demonstrál számunkra? Összepillantunk az asszonynal, és mit látunk? Azt mondja nekünk, mindenki el van foglalva magával, mindenki éli a maga életét, és egyedül én látom azt, amit senki más nem lát, én látok téged, nézd, meg te látsz engem, mi ketten látjuk egymást. És mi ketten tudjuk, hogy én elég erős asszony vagyok, én elég magabiztos ember vagyok, én elég fölényes végzés ahhoz, hogy majd is ki fogok tudni, ha valamit ugye tudom a fegyettől. Nem tudjuk. Értetőre. Anticipálóan, előre van vetítve, sejtetve van, hogy mi fog történni. Nem történik meg. Mert még előtt van. De már az erőviszonyok tisztában. Tessék megnézni, Sámson és az asszony ugyanabban a ruhában, hasonló ruhában költöző, de a kettőnek a fején koronával. Sámson tulajdonképpen az asszony a mellett kellene ülni. Azért fordul oda a katonákhoz, illetve a filiszteusokhoz, hogy
hogy védje az asszonyt. Valójában birtokon belül akar maradni. Ő tudja, ő hagyja el az asszonyt. De egy pillanatra elfog, egy pillanatra oldal. És ez elegendő az asszonynak ahhoz, hogy jelezze, hogy ő az uralát. Különben ennek ha ez nem így volna, akkor ennek a jelenetnek nincs más dramaturgiai értelme. Ez egy című összekülönbás a végzőkkel. Mert és azért nevezem ezt önreflexiónak, hogy egy figura kinézi a sajnét, mert a nézővel tudatja azt, hogy a szituáció fölött ő az út. Még nem mondtam el valamit, ami ehhez az egzisztenciát teszi valamihoz, hogy a négy jelenlévő bónusznak ezek egy hierarchikus viszont van. Mert aki nagyon el van menni egy dolgon, kerül itt, ez egy nagy szépen át. De Sámson odafordul, és teljes egészében van megyve a rejtvény tartása. Mindenki teljesen abszolút módon erre a kicsit. Az ölelkeznek, mindenki egymással van elfoglalva. Hogy így mondjam, mindenkinek van párja, mindenkinek van dolga, mindenkinek van ügye, mindenki tudja, hogy miért van, mit csinál. Tessék megnézni, belül szemlít a Sámsonnal és Delilával szemben ül egy pár, egy férfi és egy férfi. A férfi átkarolja az asszonyt, és hát olyan, hogy a csókolóznak egy hasonló dologra készül. Mindeste ölelkeztek. Ugye ők a pandanyai Sámsonnak ötletben. Ő Sámsonnak és a kinnak azok. Ők párolják. De míg ők összevekeznek, vagy a ők ketten nincsenek. Éppen nincsenek. Pillanatban nincsenek. Ez a pillanat bőven elegendő az asszonynak ahhoz, hogy érzékelhesse, hogy ő tudja, hogy most ellenőrizi azt, mert aki reflexív módon van jelen egy szituációban, az uralkodik a fölött többet, hogy annál, mint aki el van merülve a munkában. Aki el van merülve, az fogja annak a pillanatban, amikor a cselekvésnek a helyzetben, amikor éppen benne van. Aki kívül tud lépni, van, mert diszociálja magát, mert intranzitívvel van jelen, mert nem csinálja azt, amit a többiek csinál. Annak megvan az a többség, a többet tudása, amely az is meg kontrolálja. És ezek a hierarchiák, emberi jelenléte között a különbségek adnak olyan játékot a dramaturg számára, hogy történetben belerejtsen mindenféle ilyen bonyolultságot. Bocsánat, nem rögnem. Köszönöm.